A magyarokra egyszerre jellemző a nyitottság és a provincialitás, mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök a Magyarország Barátai Alapítvány ülésén azt mondta, a világban jelentős átalakulások zajlanak, és aki nem figyel, az vesztes marad. Közben pedig rendszervitákról szól Európa, miközben a valódi problémákat kellene megoldani, hangsúlyozta a miniszterelnök. Amennyiben itt Magyarország barátai gyűltek össze, akkor indokolt, hogy meghívást kapjak. Orbán Viktor szerint a világ és benne Európa döntő átalakulások előtt áll, és aki nem figyel, az vesztese lesz a változásoknak. A miniszterelnök azt mondta, meg kell vizsgálni, hogy a magyarok mit tanultak a világ változásaiból, és mit tettek ahhoz hozzá. A kormányfő szerint Európa tétovázik, mert elbizonytalanodott identitásával és céljaival kapcsolatban. A kontinens pedig, ahogy fogalmazott, meddő állam és rendszervitákat vív, miközben óriási a kiábrándultság. Miként lehetséges, hogy miközben szinte az összes európai ember többre értékeli a demokráciákat, mi magyarok is így vagyunk ezzel, mint a nem demokratikus berendezkedéseket, a közben mégis ma az utóbbiak sikeresek. Vajon a demokrácia az előttünk álló évtizedekben, ahogyan mi azt szeretnénk, képes lesz-e biztosítani a jó politikai vezetést? Orbán Viktor szerint fontos kérdés az is, miként lehetséges, mint fogalmazott, hogy a saját világunkban folyamatosan erősödnek a szélsőségek. És miközben a világ vitatkozik, a közben a kelet dolgozik, ezért úgy tűnhet, hogy a viták fontosabbak, mint a munka. Meggyőződésem szerint nem az ideológiák problémáját kell megoldani, különösen nem a politikának, hanem azokat a gondokat, amelyek gyötrik ma az európai embereket. Ez a második legfontosabb tanulság. Orbán Viktor azt mondta, az átalakulásokból a magyarok megtanulhatják, hogy a sikerhez egyetlen kérdést sem szabad tabuként kezelni, a problémákra pedig saját válaszokat kell adni. A miniszterelnök szerint 25 évvel ezelőtt nem gondolták volna, hogy Magyarország polgári berendezkedésű ország lesz. Sok akadályt leküzdöttek, de van még feladat, fogalmazott Orbán Viktor. A következő évek feladata ugyanis Magyarországon az lesz, hogy berendezzük azt a polgári Magyarországot, amelyért a magyar történelem legjobbjai mindig is dolgoztak. Ez legalább akkora feladat, ha bár kevésbé látványos, mint a rendszerváltás, vagy a posztkommunista rendszert elsöprő kétharmados forradalom megvívása volt. Az egyik fontos feladatnak a teljes foglalkoztatás elérését nevezte Orbán Viktor.